Az ajtótól elindulni a vakvezető kutyával talán még nem volt olyan nehéz, de a pult megtalálásában már szükség volt az ügyintéző segítségére. Jó napot kívánok! Kedves napot! Balra egy picit, balra. Jó, álljon meg, kérem! Ugyanezt a szituációt a fehérbottal érkező látássérültel is gyakorolták az ügyintézők, de érkezett a vízművekhez gyengéllátó ügyfél is. Segítőkész ügyintéző nélkül az ő dolga is sokkal nehezebb lett volna. Az ügyintézés egyenlő esélye projekt célja éppen az, hogy az ügyintézők figyelmét felhívják a látássérültek problémáira. Segítünk a szolgáltatóknak abban, hogy tájékoztatjuk őket arról, hogy mi az, ami egy látássérült számára fontos lehet, amire általában ők nem is gondolnak. Ilyen az ügyfélpult megtalálása, vagy az ügyfélhívórendszer használata. Látássérült számára a megváltozott fényviszonyok nehézkessé teszik a mozgását, nehezebben tudja megtalálni az ügyfélpultot, akár a hívószám kijelző, tehát az ügyfélhívó rendszernek a használata, az ügyfélpult megtalálása akár fehér bottal, akár vakvezető kutyával, akár ezek nélkül. Az esélyegyenlőségi programnak a harmadik állomása volt az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT. A szemlélet formáló programokra a Vakokért Gyengéllátók megyei egyesülete 930.000 forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériumától.